A bajnoki negyeddöntő harmadik mérkőzését idegenben vívta a Dunaferes erőplabda együttese. Az első játékrészben a Somogy megyeiek nagyon koncentrált játékkal könnyed 25-11-es szett sikert arattak. A második felvonás elején még tartotta a lépést a hazaiakkal Tomanóczi Tibor gárdája, a folytatásban azonban folyamatosan ellépett ellenfelitől a Kaposvár, amely végül 25-17-re megnyerte a második játékot. A harmadik szettben a Somogy megyeiek mindenképpen el szerették volna dönteni a továbbjutást. Ennek eredményeképpen már az elején 8-2-es előnyre tettek szert. A hazaiak ezt követően sem engedtek ki, és végül 25-5-ös sikerrel zárták le a meccset, ezzel együtt a bajnoki negyeddöntőt is. Vereségének köszönhetően a Dunaferese az 5.-8. helyért folytathatja a bajnoki küzdelmeket. Elsőként a fővárosi MAFC BML gárdája ellen lépnek pályára Tomanóczi Tibor fiai. A felek az alapszakaszban két alkalommal már találkoztak egymással, egyszer a dunaújvárosiak, egyszer pedig a budapestiek diadalmaskodtak. A két nyert találkozóig tartó helyosztón a MAFC BML csapata lesz pálya előnyben, így ha szükség lesz harmadik mérkőzésre, azt ők játszhatják majd hazai környezetben. A párharc győztese a bajnokság 5., míg a vesztes a 7. hely megszerzéséért küzdhet tovább. Ez az.